A város fejlődése szempontjából kiemelten fontos a helyi gazdaságfejlesztés, melynek alapvető célja az üzleti infrastruktúra fejlesztésén túl a helyi vállalkozások támogatása, beruházások vonzása, a foglalkoztatottság növelése. Ez segíti mások mellett a Rozsrit szülői bekötőút felújítása is, mely az ütemezés szerint május 22-én sikeresen lezárult. Tavaly április 11-én került sor a műszaki munkaterület átadására, és elkészült ez a teljesen felújított út. Aki járt itt korábbi időben, az láthatta, hogy elég keskeny volt, rossz állapotú. Most végig megoldottuk, de erre szükség is volt erre a fejlesztése, mert itt mind a személy, mind a áruforgalom nagyon nagy. Most meg szerintem még nagyobb lesz. Nem kell bemenni majd a lámpáig felüljáron visszajönni, hanem innen jöhetnek majd a gépkocsik, akár kamionok, akár személygépkocsik, és ezzel is az ipari park fejlesztését egy lépéssel tovább tudtuk vinni. A megújított szakaszon nem csak az ipari tehergépjármű forgalom jelentős, de sokan járnak ezen az úton munkába. Emellett, ahogy a városrész önkormányzati képviselője elmondta, családok ezen az úton viszik óvodába a gyerekeiket, sőt a volán buszjáratai is közlekednek erre. Ez bemegy a körforgalomig, ez egy közel egy kilométeres út. Készült egy buszból, a vasúti átjáró felújításra került, és ugye a főfolyás itt megy, a csapadékvíz csatorna, annak is a hídját rendbe kellett hozni. Megtörtént, és gyakorlatilag innen a 4-es útról az ipari park most már nagyon jó minőségbe. Mondhatom, mindegyik cég elérhető, sokkal jobb ez az út, mint a régi 4-es, viszont ha a városból jönnek, főleg a személyforgalmat illetően, akkor ott kell jönniük, de arra is van egy tervünk a következő évekre. A 100%-ban támogatott 600 millió forint értékű toppos pályázat kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásnak nyertese a Kolasz út építőipari ZRT lett. A fejlesztés műszaki ellenőrzését a Dankó és Fia mérnöki iroda látta el. A felújítás az ipari parkos körforgalomtól a Marsó Kft., illetve a Lukoil benzinkút csatlakozásáig tartott.